Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. A Szexuális Sportközpont létesítményeinek használata. Szerződések hiánya miatt alakultak ki viták. 81 éve történt a Doni tragédia. Megemlékezést tartottak Szexárdon a hősi halottak emlékére. Buzánszky Jenő. Halálának évfordulóján koszorúztak Dombóváron. A Magyar Kultúra Hete. Számos program közül lehet választani. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága rendkívüli ülést tartott január 11-én. A sportcsarnok szerződéseivel kapcsolatban kívántak döntéseket hozni. 23 érintett szervezet van a városi sportcsarnokban, ebből 16-nak van bérleti szerződése. A Kosárlabda Sportklub Szekszárd nem rendelkezik 2022. szeptembere óta érvényes szerződéssel. A bérleti szerződések alapján 12-en havi, 3-an óradíjat fizetnek. Az UFC és a Szekszári Sportközpont Nonprofit Kft. Szakosztályai nem fizetnek bérleti díjat. Egyszerűen nem értem ezt a dolgot. Több hónapja már megegyeztünk, és a város három bizottsága összevont együttes ülésen döntött arról, hogy a KSC-nek a teremhasználatot természeti juttatásként adjuk 2023 évre. Erről a döntést nem szavazta meg a közgyűlés, és azóta folyamatosan egy, mondjam azt, hogy üldözése van a KSC-nek, ami elől kitérnek, különféle magyarázatok vannak, mindenféle jogászkodásra hivatkoznak, de valójában a lényeg az, hogy a KSC-től 2023-ra, 2024-re terembérleti díjat szeretnének kérni akkor, amikor más egyesületek nem fizetnek. A TAR KSC Szekszárd utánpótlás szakosztály fizet bérleti díjat, de a felnőtt csapatért nem szerettek volna, ahogyan ez korábban is volt. Egységes Fidesz vezetéssel ez a helyzet nem fordulhatott volna elő, tette hozzá Máté Péter. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúság Bizottság elnöke elmondta, körülbelül egy hónapja egyeztetéseket kezdtek a kosárlabda klubbal, hogy érdekeiket közelítsék. Szomorúan olvastam, hogy megjelent a KSC Szekszárdnak egy közleménye, aminek a tartalma nagyon gyászos jövőt jósol ennek a sportágnak. Január 4-én alpolgármester úr beterjesztésében vitattunk meg egy határozatot, illetve hoztunk határozatot, amely arról szólt, hogy a törvényeknek megfelelően ez a államháztartási törvény, ami mindenkire vonatkozik, ennek szellemében a mögöttem látható sportcsarnok ügyvezető igazgatója és minden sportegyesület, szakosztály, szervezet kössön szerződést a sportcsarnok használatára. Ez született meg, semmi más, és el kell mondanom a igazság kedvéért, hogy a általam nagyon szeretett KSC neve még csak szóba se került. Kérdésünkre a TAR KSC ügyvezető igazgatója Szabó Gergő nem tartotta időszerűnek nyilatkozatát szerkesztőségünknek. A jelenleg folyamatban lévő ügyről a továbbiakban is tájékoztatjuk kedves nézőinket. 81 éve kezdődött a Doni katasztrófa, a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája. 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg jelentős számbeli és technikai túlerőben lévő magasabb egységei az Urivi hídfőből kitörve elsőprő erejű támadást indítottak a II. Magyar Hadsereg létszámban és felszerelésben sokkal gyengébb alakulatai ellen. Ennek emlékére koszorúztak Szekszárdon. Ma 81 éve indult mínusz 30 fokos hidegben a Doni áttörés, a II. Világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseménye. Itt vagyunk a Doni áttörésnek az ünnepségén, és szomorúan kellett megállapítanunk, hogy azért ez megyénkben is nagyon sok embert érintett, szám szerint 4102 fő, és Szekszárdról konkrétan, amik pontos adataink vannak, 172 fő veszett oda. Magyarul ez 250 családot érintett így hozzátartozók szempontjából. A katonák hősiesen harcoltak ugyan, az első támadást vissza is verték, de nem bírták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő szovjet vörös hadsereget. Január 12-e a II. Magyar Hadsereg emléknapja. Ha belegondolunk, hogy azok az emberek,
mit éltek át ott abban a helyzetben, abban mínusz 35-40 fokban, meg hát a hiányos felszerelésben, ilyen papírtalpú bakancsba, szóval azért akkor újra kell gondolnunk ezeket a hozzáállásokat, és hát a borzasztó szenverésen mentek keresztül, és konkrétan a csatába ott a 250 ezerből 125-130 ember odaveszett, természetesen a többiek a lágerbe is, és nagyon sok olyan emberről nincs is hír, hogy gyakorlatilag hova tűnt, vagy milyen alkalommal, de lényege az és a legszomorúbb dolog, hogy nem tért haza. A Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg 1943. januárjában arra készült, hogy felvegye a harcot a 6-7-szeres túlerőben lévő szovjet csapatokkal, és tartson ki addig, ameddig csak tud, mert ezt követelték meg tőlük előjáróig. Petkó Tamás plébános beszédében a haza iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, amely már a csatamezőn is megmutatkozott. A mai hazaszeretet, ahogy mondtam is, hogy az most nem abból áll, hála jó Istennek, hogy katonáink meghalnak, de úgy tudni kell azt, hogy a hazát úgy lehet szeretni, hogyha a magyar emberek békében vannak. Most ilyen pillanatban mindenki arra gondol, vagy nagyon sokan gondolnak arra, hogy jaj, meghalnék a hazáért, de igazából megölném a szomszédomat, mert hangoskodik, vagy ilyen, vagy olyan van, és hogy nagyon nagy ez a feszültség az emberekben, én megértem, de valahol a Jóisten is mindig ezt akarja, hogy békét hoztam, és ha béke lenne, akkor nem kéne félnünk. Az emberek most rettegnek, félnek a háborúktól, és ezt el kéne kezdeni, ezt a hazánkban lévő békeszeretetet. Legfontosabb értékként a béke fontosságát emelte ki, hogy szeretetben, békességben próbáljanak az emberek egymással élni. Most rövid híreink következnek. 5 tűzesethez riasztották január 11-én Tolna vármegye tűzoltóit. Kigyulladt egy lakatlan családi ház csütörtök este Bölcskén a Katona József utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a bölcskei önkéntes egységek vonultak, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. Meggyulladt a födém egy családi ház kandallója felett csütörtök este Györkönyben. A tűzesethez a sárbogárdi és a szekszárdi hivatásos, továbbá a győrkönyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik vízsugár segítségével oltották el a lángokat. Az ingatlan lakható maradt. Helyszíni bejárást tartott a domóvári atlétikai pályán Pintér Szilárd a település polgármestere, illetve helyi sportvezetők és képviselők. A település célja a pálya felújítása, melynek megvalósulásához szükséges kormányzati forrás elnyerésében bíznak. A domóvári vasutas, atlétikai és szabadidő egyesület a város kiemelt, valamint a régióban is meghatározó, majd 100 éve működő utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezete. A fejlesztés nem csak az atlétáknak, hanem más sportág edzéseihez is korszerű körülményeket biztosítana. Halálának 9. évfordulója alkalmából koszorúzták meg az aranycsapat legendás jobb hátvédjének, Buzánszky Jenőnek szobrát Dombóváron. A koszorút a település polgármestere Pintér Szilárd, a civil szervezet elnöke Hosszú Gergely Sándor és a sportszövetség elnöke Szabó Csaba helyezte el. Buzánszky Jenő 1925. május 4-én Újdombóváron született. A domovári vasutas, a pécsi VSK, majd a dorogi AC, dorogi tárna, dorogi bányász részese volt az aranycsapat időszakában minden nagy sikernek. Olimpiai bajnok, európai kupa győztes, világbajnoki ezüstérmes. Ő volt az aranycsapat alap 11-jének egyetlen vidéki klubból beválogatott tagja, sőt, világszerte az egyik leghíresebb magyar futballista. Tiszteletére a városban sportkomplexumot és utcát neveztek el. Újdombováron pedig szülői háza áll, amit emlékházzá avattak. Megemlékezéséről Szabó Csaba beszélt. Dombovár sportjának a leghíresebb személynek a mellszobránál helyeztünk el egy emlékkoszorút. Az az illető nem csak Dombovárnak volt a leghíresebbje, hanem Magyarországnak is az egyik leghíresebb sportolója volt, illetőleg tagja volt annak a csapatnak, amit aranycsapatként ismerünk. De visszatérve Buzánszky Jenő bácsira, aki 1925-ben született Dombováron, illetőleg akkor még a városnak azt a területét Újdombovárnak hívtak.
Jenő bácsi itt élt a családjával, itt nevelkedett, itt járt iskolába, itt érettségizett a helyi gimnáziumba, és az első munkája is Dombováron a vasútállomáson volt. Buzánszky Jenő, aki 1947-ig él Dombováron, pályáját felidézve azt mondta, érettség után mehetett volna Debrecenbe, Kaposvárra, de megmaradt Dombovárinak. A legendás labdarúgó halálával pótolhatatlan veszteség érte nem csak a magyar, hanem az egyetemes labdarúgást is. Buzánszky Jenőt a származása miatt Dombovár város saját halottjának tekinti. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Intenzív az érdeklődés a kormány által január 1-től bevezetett Csok Plusz otthonteremtési támogatás iránt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes hangsúlyozta, hogy a kormány olyan otthonteremtési koncepciót akart létrehozni, amely a vágyott gyermekek megszületését ösztönzi és érdemi segítséget nyújt a családoknak. Ha egy párnak már van gyermeke, de további gyermekeket vállal, akkor igénybe tudja venni a támogatást. Kiemelte, hogy az édesanyák 41 éves korukig vehetik igénybe a Csok Plusz január 1-től azonban 2 éves átmeneti időszak lépett életbe. Ebben a 2 évben bármilyen életkorban igényelhető a támogatás a pároknak, ha az édesanya igazolja a 12 hetes várandóságot. Tartósabban is szükség lenne a hidegre ahhoz, hogy a kórokozók és kártevők jelentősen megtizedelődjenek, írta a Hungarometer ZRT elemzésében. A múlt hét végén többfelé esett eső, a Dunántúlon és a déli országrészben hó is hullott, majd hétfőtől száraz levegő érkezett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege főleg a Dunántúlon haladja meg jócskán a sok éves mennyiséget. Az elmúlt néhány napban éjszakánként kialakult erősebb fagyokra tartósabban is szükség lenne ahhoz, hogy a kártevők és kórokozók száma megtizedelődjön, mert a tél eddig eltelt részében ez nem történt meg. Az előrejelzés szerint jövő hét szerdáig marad a hideg idő, éjszakánként az eddigieknél már gyengébb fagyokkal. Idén a Babits Mihály Kulturális Központ programsorozattal készül annak érdekében, hogy méltó módon ünnepelhessük a Magyar Kultúra Napját és nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. A széles programkínálatról tartott sajtótájékoztatót Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be a magyar nép zivataros századaiból vett példákra épített költeményét, a himnuszt. Ebből az alkalomból idén gazdag programkínálattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ, amiről sajtótájékoztatót tartott Berlinger Attila, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. A Magyar Kultúra Napját ebben az évben egy igen gazdag programkínálattal bővítettük ki, és nem csak január 22-én, az emléknapon, a Magyar Kultúra Napján szervezünk ezúttal eseményeket, hanem egy hetes programsorozattá bővítettük ki ebben az évben a sok-sok általunk kigondolt elrendezvényt. Január 18-a és 27-e között a hozzánk látogatók 6 kiváló eseményt is láthatnak, olyan művészeti eseményeknek, olyan előadóknak, olyan kiállításoknak lehetnek a tanúi, amelyek külön-külön is úgy gondolom megállnák a helyét bárhol az országban. Az emlékét keretében számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. Január 18-án Táncra ítélem magamat címmel nyílik Foltin Jolán emlékkiállítás, amit Matokné Kapási Julianna fog megnyitni, a Bartina Néptánc Együttes egykori táncosa és művészeti vezetője. A lelkünkhöz, szívünkhöz egyik legközelebb álló program lesz egy vasárnapi ünnepi gála műsor, ami azért is fontos a mi életünkben, ugyanis a Babits Mihály Kulturális Központban működő civil egyesületek, csoportok, művészeti együttesek lépnek fel. Felsorolni is nehéz lenne, több mint 20 fellépőnk lesz ezen a napon. A társcsoportjaink, a nyugdíjas klubjaink, a művészeti együtteseink, fiatalok és idősebbek egyaránt. A változatos programok a Magyar Dallamok az Európai Zenében címmel folytatódnak majd, amit a Művészetek Házában tartanak neves előadók kíséretében. A programsorozat január 28-án zárul,
a Monarchia Operett két felvonásos előadásával. Regionális híreink következnek. Emelkednek a nem lakossági vízdíjak januártól, a fogyasztást és az alapdíjat is kiszámlázzák. Különleges jégvilág a Balatonnál, az időjárás teremtette meg az extrém látványt. Afrikai bűnbandának dolgozott a házaspár, 20 milliós kárt okoztak a sértetteknek. Az Energiaügyi Minisztérium rendelete szerint január 1-től országosan egységesen változnak a nem lakossági felhasználók számára érvényes víz- és csatornadíjak. Így Pécsen is két tényezős lesz a vízdíj összegének megállapítása. A helyi szolgáltatónál még van lehetőség a decemberi óraállások leadására. A lakossági díjak nem módosulnak. Pontyok úszkálnak a medencében ebben a pécsi halboltban. Itt is, illetve minden úgynevezett nem lakossági fogyasztónál, az irodáktól a kisboltig változik a vízdíj elszámolása januártól. Fontos változás, hogy januártól a szolgáltatási díj országosan, vagyis a Tettyeforrásház ellátási területén is két tényezőssé vált. Ez azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő fogyasztás arányos díj mellé bejött egy alapdíj, ami a vízmérő átfolyási átmérőjétől függ. Ezt a két fajta díjat fogják majd tartalmazni az új számlák. Ez az a táblázat, amelyik mutatja, hogy különböző átfolyási átmérőkhöz mekkora alapdíj tartozik. Ehhez a havi összeghez jön még a tényleges fogyasztás összege. Az Energiaügyi Minisztérium rendelete alapján a nem lakossági fogyasztók által fizetendő ivóvíz köbméterenkénti nettó egységára 576 forintra, a szennyvíz elvezetés szolgáltatás nettó egységára 881 forintra módosul országosan. Most még a decemberi fogyasztásról van lehetőség bejelentést tenni a szolgáltatónál, hogy azt még a tavalyi áron számlázzák. A lehető legpontosabb elszámolás érdekében a Tettyeforrásház egy rendkívüli mérőállás bejelentési lehetőséget biztosít. Január 12-ig a nem lakossági felhasználók társaságunk online ügyfélszolgálatán tudják rögzíteni a december 31-én leolvasott vízmérőállásukat. Ezt a mérőállást egy megfelelő minőségű fotóval a tettyeforrásház.hu/ügyfélszolgálat oldalon várjuk. Ezzel a soron kívüli diktálási lehetőséggel azon felhasználási helyek kapcsán is érdemes élni, ahol egyébként decemberben volt, vagy most januárban lesz esedékes az aktuális leolvasás, és hogyha nem érkezik adat, akkor becsült mérőállást állapítunk meg, és az árváltozásig időarányosan fogjuk elszámolni a fogyasztást. Január 12-én éjfélig van tehát lehetőség online a december végi mérőóra állások megadására. A közületek 2024 elején kapják készhez elszámolásukat. A szolgáltató a díjváltozással összefüggő részletszabályok megjelenése után további tájékoztatást ígér a részletekről. Különleges jégvilággá változott a Balaton az elmúlt napok hideg és szeles időjárásának köszönhetően. A kicsapódó hullámok a vízpart melletti területeken megfagytak, és jégbe borították a padokat, lejárókat, korlátokat. Az extrém látvány miatt sokan keresik fel a déli parti településeket. Sűrűn kattognak a fényképezőgépek ezekben a napokban a Balaton déli partján. Az erős szél és a hideg időjárás a kicsapódó hullámokból különleges látványt hozott létre, amely vonzza az amatőr és profi fotósokat, valamint a kirándulókat. Jég borítja a partmenti sávot, jégbe burkolóztak a korlátok, lejárók is, de egyes lámpaoszlopok is. Igazániból a természetből sok komponense kell, hogy ezt összeállítsa. Elsősorban ugye kell egy kis szél és kell egy tartós fagy hozzá. Ez az elmúlt napokban adott volt. Adott volt a szél is, adott volt a fagy is, és egy éjszaka alatt kialakult ez a gyönyörű csillogó jégvarázs. A jeges látvány megmutatja a természet erejét és szépségét, ezért is érdemes lencse végre kapni a téli Balatonnak ezen arcát, mondja a természetfotós. Mivel ritkán fordul elő, ugye, évente talán, ha egy-két alkalommal látható ez, ezért ezt célszerű kihasználni, és hát olyan képeket alkot a természet, ami sehol máshogy nem fordul elő, csak itt a Balatonnál, és az is nagyon-nagyon ritkán. A Balaton állandó témát ad a fotósoknak, a tó ugyanis mindig más arcát mutatja, télen pedig kivált kép így van, mesélte Böröcki Bulcsú.
Számomra az egyik legkedvesebb éjszak, amúgy is téli gyerek vagyok. Én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy az egyik legszínesebb évszak a tél, és ez valóban így is van. Amikor ilyen jellegű természeti jelenségek adódnak, mint itt az elmúlt napokban történt, akkor láthatjuk itt mellettünk is egyébként, hogy milyen sok fotós ihlet meg a természet, illetve a látvány. Ezt célszerű kihasználni természetesen, és minél több képet készíteni ezekről, mert nagyon tiszavirág életű. Az elmúlt napok hideg és szeles időjárása a déli part számos településén hozott létre különleges jeges látnivalót. Jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt nyújtott be vádiratot egy bűnszervezet tagjai ellen a Pécsi Járási Ügyészség. A nigériai állampolgárságú férfi és magyar felesége egy afrikai bűnbandához csatlakozva csalta ki a gyanútlan áldozatok pénzét. Tettükért több éves börtönbüntetésre számíthatnak. Nigéria turisztikai látnivalóit mutatja be ez a kisfilm, azonban nem ezek jutnak majd eszébe azoknak erről az országról, akiket egy nigériai állampolgárságú 38 éves férfi és 43 éves magyar felesége csapott be 2021-ben. 2021-ben kerültek kapcsolatba egy Afrikából irányított bűnszervezettel, amelynek tagjai úgynevezett romantikus csalásokat követtek el. Ennek a módszernek az a lényege, hogy a csalók interneten vették fel a kapcsolatot a világ számos pontján élő sértettekkel, a bizalmukba férkőztek, őket többször párkapcsolat, szerelmi kapcsolat lehetőségével hitegették. Amikor a bizalmi kapcsolat már kialakult, akkor különböző megtévesztő indokokkal rávették a csalók a sértetteket arra, hogy meghatározott összegeket utaljanak át a csalók által megjelölt bankszámlákra. A bankszámlákat kifejezetten erre a tevékenységre felkért személyekkel nyittatták, akik a számlára érkezett pénzt utasításra, ellenszolgáltatás fejében felvették, majd eljuttatták a csalóknak. A házaspár azt vállalta, hogy beszerveznek másokat bankszámlák nyitására jutalékért. 2021 márciusában Budapesten találkoztak az akkor és azóta is ott hajléktalanként élő nővel, a harmadik vádlottal, akit rábírtak arra, hogy nyisson bankszámlákat, és neki ezért jutalékot ajánlottak. A harmadik vádlott a kérésnek megfelelően három magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlákat. A bankszámlák adatait és a saját személyes adatait is a házaspár rendelkezésére bocsátotta. Ezeket az adatokat a házaspár a bűnszervezet többi tagja részére továbbította. A házaspár a bűnszervezet tagjaitól kapott értesítést, ha a bankszámlákra pénz érkezett. A harmadik vádlott a bankban felvett pénzt minden esetben a házaspár női tagjának adta át, aki ezért alkalmanként 5000 forintot fizetett. A házaspár 2021. júliusában interneten keresztül kapcsolatba lépett egy nővel, akinek bizalmába férkőztek. Egy álprofilt hoztak létre, magukat török építészmérnöknek kiadva, a Magyarországon élő sértettel egy internetes társkereső oldalon vették fel a kapcsolatot. Bizalmi kapcsolat alakult ki köztük és a sértett között, és ezt kihasználva azt állították a sértettnek, hogy fognak küldeni neki egy nagyobb értékű csomagot. A megtévesztést azzal is alátámasztották, hogy készítettek egy videót, amin különböző értékes dolgok szerepeltek. Ékszerek, cipők, táskák, ruhák, de még készpénz, amerikai dollár is szerepeltettek ebben a videóban. Elhitették a nővel, hogy csak akkor kapja meg a csomagot, ha 350 ezer forint vámot fizet érte, ezt a nő megtette, a harmadik vádlott számlájára utalta a pénzt. A három vádlott 18 sértettől kicsalt több mint 20 millió forint elidegenítésében működött közre 2021-ben. A házaspár két tagja tevékenységükért szintén jutalékot kapott. A Pécsi Járási Ügyészség mindhárom személyt jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás büntettével vádolja, a házaspár tagjait pedig csalás vétségével is. A pénzmosás büntetési tétele 2-től 8 évig, a csalási 2 évig terjedő szabadságvesztés. Mivel a házaspár a bűncselekményeket bűnszervezetben követte el, a büntetési tétel felső határa velük szemben a kétszeresére emelkedik. Egyébként a házaspár Tolna vármegyei elfogultság miatt a baranyai ügyészség végezte a vádemelést. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. A Szexuális Sportközpont létesítményeinek használata. Szerződések hiánya miatt alakultak ki viták. 81 éve történt a Doni tragédia.
megemlékezést tartottak Szekszárdon a hősi halottak emlékére. Buzánszky Jenő. Halálának évfordulóján koszorúztak Dombóváron. A Magyar Kultúra Hete. Számos program közül lehet választani. Szombaton nagyobb részt napos időre számíthatunk. Reggel erősen fagyos, délután döntően fagypont fölötti hőmérséklet lesz a jellemző. Többfelé megélénkül lett a nyugati, délnyugati szél. Vasárnap szintén nagyrészt napos időnk lesz, de főként a szélcsendes, délnyugati területeken erősebben felhős, ködös idő sem kizárt. Említést érdemlő csapadék nem hullik. Hétfőn délen a felhősebb idő látszik valószínűbbnek. Főként itt fordulhat elő vegyes halmaz állapotú csapadék. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másodnak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!